My babies. Sziasztok, Matilda vagyok, és ma olyan könyvekről fogok beszélni, amiket esős időre ajánlok. Nem ezt a videót terveztem be mára, de az időjárás úgy döntött, hogy romlik 20 fokot és elkezd esni az eső, úgyhogy ma bekuckózós könyvekről fogok így beszélni. Az első ilyen könyv a Matilda, és nem csak azért, mert az én nevem is Matilda. Én szerintem ez a könyv azért nagyon jó esős időkre, mert ez egy gyors kis olvasmány, tehát én például nagyon szerettem is, meg volt belőle a film is, ami szintén nagyon jó volt, és én ezt a könyvet teljesen el tudom képzelni, hogy egy meleg teával a sarokba bekuckózva olvasom, mondjuk én ezt speciál pont télen olvastam, szóval lényegében az is bekuckózás volt. Szerintem ez egy tökéletes könyv bekuckózásra. A második ilyen bekuckózós könyv a Szerintem szerinted. Ez is igazából hasonló kategória, mint a Matilda, mert ez is egy nagyon gyors, könnyed kis olvasmány, és szerintem ez is ilyen tökéletes esős időre való könyv. A harmadik ilyen könyv az Old... várjatok, mi is a címe? A harmadik ilyen könyv a Veled minden hely ragyogó Jennifer Nimentől. Igazából, hogyha esik az eső, sötét van, hideg van, és be tudsz kuckózni a sarokba egy 100-as csomag zsepivel, akkor ez a könyv tökéletes. A negyedik, Ernest Cline-tól a Ready Player One. Ez a könyv azért nagyon jó ilyen rosszabb időre, mert ez pont az a fajta könyv, amit elkezdesz olvasni, és addig nem tudod letenni, amíg nem fejezted be. Ez egy tökéletes könyv olyan időszakra, amikor be vagy zárva a négy fal közé. Az ötödik, Jane Austen-től a Klastrom titka. Ezt a könyvet azért ajánlom esős időre, mert én ezt speciál pont ilyen szakadó esős időszakban olvastam, amikor tényleg nem lehetett semmit se csinálni, úgyhogy én ezt a könyvet akkor nagyon gyorsan kiolvastam, úgyhogy szerintem ez is egy igazi kis bekuckózós könyv. A hatodik szerintem mindenkinek ismerős lesz. Ez az első Harry Potter, a Bölcsek köve. Ez a könyv azért tökéletes bekuckózáshoz, mert ez ilyen kis otthonos, jól ismert. És nincs is jobb annál, mint egy esős napon újra visszatérni a Roxfordba. És az utolsó bekuckózós könyv az a Simon és a Homo Sapiens Lobby. Hát ez a könyv ez egy teljesen ilyen tényleg leülsz és olvasod, és nagyon jó könyv. Igazából ezt még nem fejeztem be, tehát így már a végén vagyok, mindjárt befejezem kb. Azután, hogy felvettem ezt a videót. És azért mondom azt, hogy ez egy bekuckózós könyv, mert ez most velem legalábbis ez a könyv, ez most olyan, hogy olvasom, és tudjátok, melyik az az érzés, amikor olvasod a könyvet, és azt mondod, hogy jó, a fejezet végén megállsz, és nem tudom, csinálsz valamit. Hát igen, és így három fejezet múlva is végig, én az előbb meg akartam állni. Szóval igen, tehát ez a könyv is olyan, hogy leülsz, és végigolvasod. És nem lehet közben megállni. Én ezeket a könyveket ajánlom bekuckózáshoz az esős napokra. Hogyha nektek is vannak ilyen bekuckózós könyvétek, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!